Hevesi Tamás nem először állt a kiskörösi közönség elé, többen fogadták a nézők közül régi barátként az énekest, aki előadásában nem csak dalait, de életfilozófiájának alapjait is megosztotta nézőivel. A kiskörösi közönség itt jóval többet kapott, mint egy előadást. Volt itt stand-up a színpadon, mert ezt már mondhatjuk előadó művészetben stand-upnak is. Megjelentek más énekesek, pedig úgy tudom, hogy csak téged hívtak. Tehát nagyon színes volt ez az előadás, amit most ide varázsoltál. Ebben azért több minden benne van. Ugye az is, hogy te egy műsorba elindultál. Mennyire határozza ez meg ilyenkor a színpadi előadást, hogy azokat az elemeket behozod? Azt gondolom, hogy változunk, tehát 2020-at írunk, és ebben az időszakban visszaemlékeztem, az elmúlt 5 évben voltam 3 ilyen különböző tévéshowban, vagy tévéműsorban, és ezt már ők, a közönség, a Facebookon itottam, ott rám írtak, hogy de jó lenne a Bocellit hallani, de jó lenne a Pavarottit hallani, de jó lenne a Ruzsa Magdét, nem tudom, akiket ugye annó megelevenítettem. És aztán úgy gondoltam, hogy akkor egy-egy dalt be fogok csempészni, nyilván az olyan dalokat, amelyek nagyon közel álltak hozzám, illetve az életemhez. Ugye ezért volt egy-két olyan előadó, akinek a dalait idéztem. Volt a cappella, ugye a Balázs Fecónak a gyönyörű, csodálatos szerzemét Horváth Attilával, a Maradj velem. De igazság szerint az összes többi dal ugye a saját magam dala volt, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem kiskörösen, mert egy egészen érdekes, hogy egy ilyen csodálatos gasztrofesztiválon, hogy leültek, hallgattak, és a mélyebb pillanatoktól kezdve a nevetésig mindenben együtt lélegeztünk. Azért itt a pandémiás helyzet nagyon sok mindent átért, azt tudjuk, hogy az előadó művészeket sújtotta a leginkább. Neked ez mit hozott? Mi az, amit előnyödre tudtál fordítani ebből a nehéz helyzetből? Többet tudtam foglalkozni a házunkkal, a rendrakással. Ez volt a vicc, de egyébként igaz, lomtalanításom. Meg egy kicsit talán a dalszerzés is előtérbe kerülhetett, úgyhogy írtam 6 olyan új dalt, amelyből az egyik az már készen is van. Még nem publikus, de már mondd hányszor lesz a címe, vagy a címe, mondd hányszor. A zenét, szöveget, mindent én csináltam. És ebben az az érdekes, hogy ennek a dalnak az élete, ez Tájföldön, a homokos tengerparton, a homokban kezdődött, hogy milyen csodálatos, van egy telefonunk, ami lehet gitározni, zongorázni, dobolni, minden. Ott úgy néztek rám a környezetem, meg gondolom, hogy fülhallgató rajtam volt, és csak azt látták, hogy rázom a fejem. Igen, mert akkor éppen dalt írtam. És ott írtam meg a zenéjét, aztán hazajöttem, itt meg itthon megírtam a szövegét, aztán a Szabó Zé barátommal meghangszereltük, és azt kell mondanom, hogy egy nagyon-nagyon erős dal született, úgyhogy kíváncsian várom, mi lesz a sorsa, hiszen mindig dalt megírunk, mindig azt érezzük, hogy igazából a média kezében vagyunk valahol, mert mondjuk egy országos rádió, lásd mondjuk a Petőfi Rádió, elkezdi játszani, akkor valószínűsíthetően már tudnak véleményt alkotni róla. Ha nem, akkor nyilván nehezebb a helyzet. Én úgy gondolom, ez a dal minden szempontból belepasszol az ő filozófiájukba, az én filozófiámba. Ugyanazok a gondolatok kavarognak, mint mikor hallgatok olyan dalokat, amelyek ott játszanak. Úgyhogy remélem, hogy fogják szeretni, de legfőképpen az a lényeg, a közönség szeresse. Viszont, hogy a közönség szeresse, videóklipet is csinálok erre a dalra, és éppen ezért ez majd fölteszem YouTube csatornákra, itt ott amatóan időn megnézhető lesz. Nagyon kíváncsian várom, mert tényleg ez a pandémiás helyzet azt hozta ki belőlünk, hogy belőlem csak erősödtek azok az értékek, amit eddig is számomra fontosak voltak. Tehát a család, a szerelmem, ugye a feleségem, a közvetlen környezetem, azok az emberek, akiket szeretek, a barátok, hogy hány és hányjal beszéltem itt telefonon, mivel másképpen nem tudunk érintkezni, hogy majd amikor vége lesz ennek az egésznek, akkor üljünk már le és beszélgessünk egy nagyot. Aztán egy kis szabadság volt, és mindenki elkezdett rohanni megint, úgyhogy megint nem tudtunk leülni. Úgyhogy most megint szigorodnak a helyzet, szabályok, ugye. De én azt gondolom, hogy egyszerűen ezért le lesz ez csapva. Ez a légy egyszer agyon lesz végre ütve. És ugye most már elég sok kísérlet zajlik a világban minden. És pont ma olvastam, hogy az Egyesült Államokban már pár héten belül elindítják a veszélyeztetettek oltását. Ez már jó hír. Én mondjuk a másik, amit már korábban másik ország kitalált, nem szeretném magam véletlenül se beoltatni. Nem szeretném, hogy 4 lábam legyen és 8 fülem. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy azért előbb-utóbb végre vége lesz ennek, és akkor egy kicsit végre magunkhoz térhetünk, mind Magyarország, mind a gondolkodásunk. Mert én azt gondolom, hogy ez nagyon nagy pofon a világnak, az emberiségnek, de még mindig azt gondolom, hogy a gyarlóságot nem tudja legyőzni egy ilyen vírus. Tehát az emberi gyarlóság, az önzés, a harácsolás, nem tudom, hogy
hogy ez vajon kikopik-e a világból, nem tudom elképzelni, igen. Tehát én abban hiszem, hogy mindig a belső értékekből indul ki minden, és a hit, illetőleg maga az a fajta meggyőződés, hogy nekem elég ennyi, és ne jusson másnak is. Tehát ez mindenből igaz kellene, hogy legyen. A pandémia alatt az is látszott, hogy nagyon sokan megijedtek és megrohamozták a boltokat különböző, van, aki élelmiszerért, van, aki tisztasági szerekért. Na most mi itt egy olyan expón vagyunk, ahol a hazai termékek, a hazai élelmiszerek vannak a központban. Neked ez a mindennapi életben mennyire fontos, hogy olyan termékeket vásároljál, amit itt helyben, helyi termelők vagy a piacon jutsz hozzá és ott állítanak elő? Hát a vásárlásom 99%-ában magyar termékeket keresek, eddig is így volt, tehát nem a pandémia miatt, hanem még egész életemben azt gondolom, hogy én nagyon szeretem az, ami a magyar terméket, mert tudom, hogy micsoda munka van mögötte. Engem pont nem érdekel a francia, vagy a nem tudom, olasz, hogy ott milyen munka van mögötte, biztos abban is van, tehát természetesen. Én azt gondolom, vannak dolgok, amiben sokkal ízletesebbek vagyunk, sokkal finomabbak vagyunk, egy csomó olyan dolog, amit nem tudnak utánozni a világ. Az a mi nagy magyar termelő képességünknek egy bizonyos százaléka biztosan utánozhatatlan. Aztán ugye van egy csomó olyan termék, ami eleve hungarikum, ugye az megint nem tudják utánozni. Aztán én azt gondolom, hogy az ő életüket úgy tudjuk most igazából segíteni, hogyha még jobban egyértelműen és kimondottan magyar termékeket vásárolunk. Mert ha annyira rossz lenne a magyar termék, akkor gondolom, akkor nem lehetne eladni. Tehát éppen erről van szó, hogy nagyon jó magas minőségben képvisel a magyar mezőgazdaság, a magyar termékek nagyon jó színvonalak, csak ugye a PR marketingben vagyunk mindig kicsit lemaradva, és amit a tévében látunk, meg amit a világban látunk, amit agyon van reklámozva, az sokan szívesen isszák, eszik, lásd, gondoljunk a Coca-Colára, életemben nem innám meg, de nagyon sok rajongója van. Tehát ugye én maradok az ásványvíznél, pláne hogyha ez magyar ásványvíz, pláne hogyha ásványvíz, és azt gondolom, hogy ez az egész kezdeményezés, amit most Kiskörösön létrejött, és örülök, hogy a legjobb 11-be bekerültem én is, mert ez a 11-dik, tehát akkor a kezdőcsapat tagja vagyok, hogy nagyon örülök, hogy akárhol megyek, akár merre mentem itt a sorok között, így néztem a termékeket, hogy büszkeséggel tölt el, hogy ennek a hazának, ennek az országnak én is egyik porszeme lehetek. Kiskörös amúgy is a szíved csücskeit, beszélgettük előtte is, hogy azért nagyon sok minden köt ide a korábbi fellépéseidről. Hogy érzed most, mennyire fogadott szeretettel a közönség? Hát azt gondolom, hogy csodálatos közönség volt, úgyhogy nagyon, nagyon cukik voltak, aranyosak voltak, és ahogy te is mondtad, nagyon sokan vártak már, és ez kifejezetten jól esett, hogy azt éreztem, hogy a nevem még mindig fontos számukra, vagy jelent valamit, és remélem az az érték, amit én képviselek, az is. Nyilván egy koncert mindig más, hogy a zenekarra lehettem volna itt, az lenne az igazi, majd reméljük egyszer ilyen is lesz, de akkor már cserepadon vagyok a 12. vagy 13. ez nem jó. Na mindegy, hogy szeretnék zenekarral is eljönni, mert azért a zenekarral lévő együtt lélegzés és az igazi koncert, egy esti koncert, ennek egy hihetetlen atmoszférája van. Reméljük, hogy ilyen is eljön majd itt Kiskörös illetében, hogy eljöhetek a zenekarommal. Illetőleg a közönség, nagyon sokan énekelték a dalaimat, ez is nagyon jól esett, sőt, követeltek is tőlem dalt, amit nem énekeltem el, mert egy kis csellt csináltam a végére. Úgyhogy szerintem a nevetés is benne volt, a fájdalom is benne volt, a ragaszkodás, a szeretet érzése. Úgyhogy próbáltam az emberi érzéseimből, az emberi gondolataimból átcsempészni ilyen gondolatot ma itt a közönségnek. Úgy érzem, nagyon jól sikerült, úgyhogy, és nagyon hálás vagyok, itt lettem. Vasárnap Charlie adott koncertet a főtéren, aki a karantén idején sem volt tétlen, hiszen új lemezén dolgozott. Nézőközönség elé viszont sokáig nem léphetett, a pandémiás helyzet miatt 60 koncertje maradt el tavasszal. 60 koncert maradt el. Hát nehéz dolog ez. Nem csak nekünk, mindenkinek nehéz. Tudom, de azért a művészeknek sokkal-sokkal nehezebb, hiszen ez az életük, koncertezni, itt volt a nyár. Hát olyan sok dolog történt már az életben, hogy erre ugye senki nem számított. Hát
ez nem rólam szól, ez a történet, mert ugye mi, az én zenekarom az őszintén szóval ilyen összetartás jellegűen a legöregebb zenekar Magyarországon, mert két úriember 1975-től a többivel, többi muzsikus társammal pedig 80-tól és 93-tól így lennénk heten a zenekarban, és amikor nagy koncert van, akkor általában ki szoktunk bővülni. Ez egy család, egymásért vagyunk, úgyhogy hogy amikor elmaradnak ilyen dolgok, akkor azt természetesen megérezzük. Ezért hasznosan telt a karantén. Hiszen júliusban jelent meg a lemez. Igen, erről szerettem volna beszélni. Egy lemez, ami Mindenen túl címet visel, 14 dal, 50 előadó van, zenészek és énekesek rajta, úgyhogy ki tudja, talán az életem utolsó lemeze. Nem gondoltam, hogy ilyen jól fog sikerülni a lemez, bizakodtam, de egy óriási lemez lett. Hát a mostani időkben egy lemez, ki tudja, üzletekben nem áruljuk. Már elég sokan érdeklődtek, és küldtük vissza ezeket a dolgokat. Nem én csinálom, én csak dedikálom ezeket a dolgokat. Itt anyagi haszonról nem szabad beszélni, ez már nem az a világ, hogy 2 millió lemezt eladtunk, meg mit tudom én, meg dupla aranylemez, meg dupla platina, meg gyémánt lemez, ezek a dolgok már megszűntek, hisz ezt le is lehet tölteni, ezt a lemezt. Úgyhogy ezt úgy gondoltam, hogy ezt meg kell csinálni, erre kötelességünk volt, mert az út végén vagyunk, elképzelhető. Nekem ez nagyon pesszimista. A Mindenen túl is pesszimista, meg amit most mondod, ugyan azért nem ennyire pesszimista vagy. Nem, szó sincs róla. Hát nekem van egy kis unokám, Isten áldásával, hogy egy pár éve jól vagyok. Hát voltak kemény időszakok, mert sokan elmentek, az én feleségem is elment. Most már 5. éve elment a Tamás barátom, akivel az utolsó 10 éve szinte minden nap együtt voltunk, Somló Tomi. Úgyhogy pont ebben a korszakban, amikor 2-3 évig killottunk a kórházba, akkor lopták el az autómat, szóval minden összejött, de most úgy rendben vagyok. Talán jó volt ez az időszak, egy kicsit átgondolni mindent, meg a ház körül mindent rendbe rakni, mert elég sűrű lett volna ez az év is, hogyha a koncertek meg lettek volna tartva. Természetesen ez egy nagy negatív történet, hogy van ez a kimondhatatlan ez a koronavírus járvány, de minden rendben van. Egyébként bizakodjanak a művészek, nem csak a zenészek, művészek és mindenki szó szerint, mert hiszem mindenkit sajnálok, aki, hát főleg a szegény embereket, meg a gyerekeket, a kisgyerekeket, akik, hát nem tudom, hogy milyen sors. Egy kisgyereknek jó sors kell.